gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is. Hamarosan kezdetét veszi a paralimpia Párizsban, így az olimpia után és akár ebből a következtetéseket levonva várható valamilyen változás a szervezésben? Természetesen egy paralimpia lebonyolítása az mindig speciális, kicsit mindig más, mint az olimpia lebonyolítása. Eleve ugye más sportágak szerepelnek rajta, vannak ugye olyan sportágak, amelyek ugyanazok, de például valamilyen módosított formában, tehát mondjuk a röplabda ülő röplabdaként jelenik meg, nagyon sok sportág kerekesszékes formában jelenik meg, és vannak olyan sportágak is, amelyek az olimpia során nincsenek, mert speciálisan fogyatékosok számára lettek létrehozva, mint például mondjuk a csörgőlabda. Tehát ebből a szempontból nyilván a lebonyolítás nagyban különbözik, ugyanakkor ma már az olimpia és a paralimpia lebonyolítása mindig egy közös egység. Tehát mindig úgy igyekeznek ezt megvalósítani, hogy a lehető legnagyobb legyen az átfedés és a hasonlóság a kettő között, éppen azért, hogy kifejezzék azt az integrációt, amit a paralimpiai játékok megjelenít, tehát a fogyatékosok integrációját a többségi társadalomban. Tehát a helyszínek nagy részben ugyanazok lesznek, tehát ugyanazokat a helyszíneket fogjuk majd látni a paralimpia kapcsán is nagy részben, mint amelyek az olimpiai játékok helyszínén is voltak. Nyilván ugyanaz lesz a design, természetesen egy saját logója van a paralimpiai játékoknak, de az egész kreatív megjelenése a sporteseménynek az hasonló lesz, és nyilván nagyon sok hasonlóságot próbálnak a szervezésbe is belevinni a szervezők, tehát azok a formák, ahogy ugye mondjuk bemutatták a versenyzőket, meg hasonlók, ezeket meg fogják tartani. Például mondjuk a megnyitó is hasonló módon nem egy stadionban lesz, ahogy az olimpia esetében sem ott volt, hanem a Szajnán, hanem a paralimpiai játékoknak a megnyitója az a Champs-Élysées-en lesz, Párizs leghíresebb főutcáján, a Concorde tér lesz maga a megnyitó ünnepség, de a versenyzők azok a Champs-Élysées-en, tehát a Via de Livre-től a Concorde térnél tartó széles sugárúton fognak felvonni. Mekkora felhajtás lehet egyébként így a paralimpia körül? Azt korábban láthattuk, hogy rengeteg szurkoló látogatott ki például az olimpián a sporteseményekre, ez várható most is? Természetesen ugyanannyi szurkolóval nem lehet számolni, hiszen azért a paralimpiai játékok lényegesen kisebb érdeklődést vonz. Elsősorban azt gondolom, hogy inkább a televíziós közvetítés az, ami nagyon hasznos ebben az esetben, mert meg tudja mutatni ezeket a sportolókat a világnak. Nyilván a televíziós közvetítést is kevesebben fogják nézni, mint az olimpiai játékokat, de így is azért nagyon sok lehet el fog érni. Általában ugye eleve csomagban lehet megvásárolni ezeket a jogdíjakat, tehát aki az olimpiát közvetíti, ugyanaz a televíziós társaság közvetíti a paralimpiát is, és így tényleg nagyon sok olyan emberhez eljutnak ezek a sportolók, akik egyébként máskor nem igazán tudnak megjelenni a hétköznapi médiában. Kicsit rátérve magára a sporteseményekre, hogyan sorolják be egyébként a sportolókat? Ugye itt arra gondolok, hogy másfajta fogyatékossággal élnek ezek a sportolók. Hogyan osszák be, hogy ki kivel versenyzik majd? Egy nagyon összetett és komplex rendszer képez a paralimpiai játékok, és egyébként minden nagy olyan világesemény, amely ezekhez a sportolókhoz kapcsolódik, hiszen valóban itt nem az van, hogy mondjuk úszásban van egy versenyszám 100 méter gyors, és ott mindenki együtt versenyez, mert valóban itt ugye különböző fogyatékossága van a sportolóknak, és természetesen különböző kategóriák vannak ezeknek megfelelően, hogy nyilván olyan sportolók versenyezzenek egymással, akiknek hasonlóak a testi egészségügyi adottságai. Éppen ezért egyébként a paralimpián jóval több aranyérmet és érmet is osztanak ki, mint az olimpián. Amíg az olimpián 300 körüli versenyszám van, paralimpián ez 550 körüli, tehát majdnem kétszer annyi, holott egyébként a sportágak száma valamivel kevesebb, pontosan azért, mert olyan sok kategóriát kell ahhoz létrehozni, hogy tényleg megfelelő fel és sportszerű körülmények között tudjanak egymással versenyezni a sport. Azt ugye említette, hogy vannak olyan sportok, amik például most így bekerültek a paralimpia versenynaptárába, azt hiszem pont a csörgőlabdát említette, viszont vannak olyanok is, amiket például az olimpián láthattunk, viszont a paralimpián nem tudnak megrendezni. Természetesen vannak ilyenek is, tehát nyilván minden sportágat ugyanúgy nem tudnak az olimpián lebonyolítani, de egyébként majdnem minden sportágat fogunk látni. Tehát tényleg, ha a legtöbb sportág például megjelenik kerekesszékes formában, akár a vívás, rögbi, tenisz,
kosárlabda. Ezeknek mind van például kerekesszékes verziójuk, de ugyanígy úszásban, atlétikában és minden más ismert sportágban is vannak olyan megoldások, amelyekkel ezt a parasportolók is meg tudják valósítani. Nyilván, ahogy mondtam, vannak természetesen olyan sportágok, amelyek nem fognak megjelenni, tehát például mondjuk vitorlázás, hullámlovaglás az nem lesz, tehát főleg olyan sportágok, ahol azért nagyon nehéz lenne kivitelezni, ugye, hogy megjelenjenek ezek a sportolók, de egyébként a csomó olyan sportág is lesz, akár kerékpár, akár kenu, ahol tényleg nem is gondolná az ember, hogy egyébként ezt is lehet paralimpián is űzni. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy kifejezetten jó lesz majd azt látni, hogy azok a sportágak, amelyeket ugye az olimpián láttunk, és amelyeket megszoktunk, hogy hogyan néznek ki, azok igenis paralimpián is tudnak működni, tehát tényleg a sport az a társadalomnak a teljes rétegét be tudja fogadni. Mit lehet tudni egyébként a magyar csapatról, mekkora a küldöttséggel indulunk, és milyen esélyeink vannak? A magyar paralimpiai csapat az mindig is azt gondolom, hogy a saját lehetőségeihez képest jól szokott szerepelni a paralimpiákon, tehát azért ott is vannak érmeink, aranyérmeink. Nyilván itt ugye azt gondolom, hogy egy paralimpián még inkább igaz az, hogy nem feltétlenül az érem és az aranyérem a fontos, hanem a részvétel, már csak azért is, mert itt többségében ugye amatőr sportolókról van szó, de így is azért természetesen lesznek bőven magyarok, akiknek lehet majd szurkolni Párizsban. A legutóbbi információim szerint 39 verseny lesz a magyar csapatban, ez nyilván lényegesen kisebb, mint ahányan az olimpiai csapatban voltak, de ez egy nagyon szép szám, tehát ezzel azért Magyarország ott van a 20.-30. hely között a legtöbb sportolót küldő országok között, 170 ország küld sportolót a paralimpiára, tehát ilyen alapon mondhatjuk, hogy tényleg azért ott vagyunk a legnagyobb országok között. A legtöbben egyébként nem meglepő módon Kínából fognak érkezni, illetve természetesen a házigazda franciáknak is nagyon nagy küldöttségük lesz, de tényleg a paralimpiának az olimpiára is mindig el szoktam én mondani, hogy ne az érmeket nézzük, hanem tényleg szurkoljunk minden magyarnak, és élvezzük a versengést. A paralimpiára azt gondolom, hogy ez különösen igaz, mert azt azért ne felejtsük el, hogy azok a sportolók, akik a paralimpián vannak, azoknak néha sokkal-sokkal több akadályt kell ahhoz legyőzniük, hogy oda eljussanak, tehát ilyen értelemben tényleg maximális megérdemlik a szurkolást. Ha már egy pillanatra szóba estek itt az érmek, akkor a pontszerző helyen végzők és az érmesek a paralimpián milyen pénzjutalmat kaphatnak, és ez hogyan viszonyul egyébként az olimpiához? Jelen pillanatban az olimpiai jutalmak 50%-át kapják meg a paralimpiai sportolók. Nemrég volt is erről egyébként vita, és azért folyamatosan van arról vita, hogy mi lenne a helyes. Tehát, hogy az lenne a helyes, hogy ugyanazt a jutalmat kapják, vagy valamilyen ehhez hasonló arány, vagy akár, ha nem is egy konkrét százalékos arány, de valamilyen más módon meghatározott összeg. Nyilván ezt mindenki a saját érzései szerint döntse el. Én azt gondolom, hogy az, hogy a paralimpiai érmeseknek és pontszerzőknek ugyanúgy jár a jutalom, mégpedig az tudjuk jól, hogy tehát mondjuk egy olimpiai aranyérem jelen például 55 millió forint, ennek ugye a fele is, tehát több mint 20 millió forint például egy nagyon komoly összeg. Tehát az, hogy a paralimpiai sportolók is azért viszonylag komoly szinten meg vannak becsülve, ez mindenképpen fontos. Nyilván, még egyszer mondom, lehet azon vitatkozni, hogy most ugyanannyit paralimpiai siker, mint egy olimpiai, de erre megint csak azt mondanám, hogy jelen pillanatban szurkoljunk minden sportolót, aztán majd a sportvezetők hosszú távon eldöntik, hogy megfelelőek-e ezek az arányok.